Ő a Doki, aki orvosi hivatása mellett 20 évig volt szülőfaluja polgármestere. Képzett kántor, kézilabdabíró, sportorvos. Jelenleg azonban egyre több időt szentel legkedvesebb és legfontosabb feladatának, nagypapai teendőinek. A mai ismeretlen ismerős dr. Basa Antal. Jó napot kívánok, doktor úr, köszönöm. Kezdj sokkal. Az a műsorunk címe, hogy ismeretlen ismerős, de szerintem itt a környéken nincs olyan ember, aki doktor urat ne ismerni. Előjárában nagy tisztelettel köszöntöm a kedves tévénézőket nagy szeretettel, és megtiszteltetés számomra, hogy ez a ismeretlen ismerős, aki tényleg nem ismeretlen ezen a környéken, egy kicsit talán jobban ki tud tárulkozni, tudok beszélni az életemről. Másrészt pedig egy kicsit nehéz ez az időszak, mert ugye kenyelmi javát megettem, és hiába palást ők, hiába nem, és ugye eltelt életemnek jelentős része, és én azért örülök, mert hogy örömmel emlékezek vissza erre az elmúlt 70 évre, majd 70 évre, és ugye annál is érdekesebb ez, mert egész életemet ezen a galga mentén töltöttem el, és ugye amiatt vagyok én ismerős és ismeretlen is a szem együtt, hogy ugye ez a két hivatás, amiről gondolom majd később fogunk szólni, ez egy ilyen, én nem a földön éltem, de nem egy lakóházban, hanem egy kalitkában. Ugye egy orvos, több mint 40 éve végeztem Budapesten az egyetemen, az emberek előtt van. Én nem tudok bezárkózni, mert akkor csöngetnek, nekem van csöngőm, hál' Istennek, megtalálnak, és nem beszélve arról, hogy az utolsó 20 éven a polgármesterség pedig ugyanolyan volt, tehát nyitva volt az ajtó állandóan, tehát azt szoktam mondani, hogy csak az nem tud bejutni hozzám, aki mondjuk ügyetlen, vagy az nem ismer, aki nem akar megismerni. Tehát én azt gondolom, hogy mind a négy oldalán nyitva volt ez a kalitka, ahol éltem, és mindenki láthatta, hogy hogy telt el a majd 70 éven. Akkor kezdjük az elején. Én láttam egy felvételt, egy filmfelvételt, ahol galgahivízi gyerekek bújócskáznak. És ezen a felvételen a doktor úr is látható, kb. 15 éves lehet. Ez egy nagyon idilli képet mutat arról, hogy milyen volt akkoriban a gyerekek élete. De a doktor úrnak nem volt idilli a gyerekkora, ugye? Hát én azt mondom, hogy ha a tényeket szigorúan veszem, akkor nem volt idilli, mert hogy félárva gyerek voltam. Édesapám a háborúba a falu határától 3-4 kilométerre, amikor én fél éves voltam, akkor meghalt. De az a környezet, ami engem ennek elnére, a háború, nem könnyű időszakban születtem. Nem fejeződött be még a háború, amikor születtem, egy fél év, egy év kellett, hogy befejeződjön. Tehát nagyon puskaporos volt a levegő, tragédiákkal, családi tragédiákkal. És ugye édesapám ott hagyott 4 gyereket édesanyámra, nagyszüleimre, és én voltam ugye fél éves, a legidősebb bátyám 17 éves. De az a környezet, illetve az a hát nem azt mondom, hogy hangulat, az élet, ami körülvett engem a gyerekkoromban, az csodálatos volt. Csodálatos nagyszüleim voltak. A nagyapám már, amikor én születtem, már akkor 64 éves volt. Édesanyám is már 37 éves, amikor születtem, de az a háború utáni időszak, az nekem nagyon szép volt. Ugye, amit említettél, hogy amit a Kovács Tisztelendő csinált ezt a filmet, az 57-58-ban lehetett körülbelül, igen, hogy ugye mellettünk a 3 srác, aki ott van a képen, a 2 unoköcsém és a Kászabó gyerekek. Ugye a Kászabó tanárének a gyerekei, a Karcsi, a Csaba és a Csilla. És ott bújóskáztunk éppen a kertbe, tehát ha azt mondhatom, semmi nem hiányzott. Tehát az, hogy ilyen meleg szeretet lett körül a családom részéről, a bátyáim részéről, a nagyszüleim részéről, az egy
az egy csodálatos időszak volt, és ugye nem volt másra dolgunk akkor, csak hogy játszunk és tanuljunk. Tehát végül is nagyon-nagyon csodálatos évek voltak ezek, és azt gondolom, ez megalapozta a további éveimet. Ugye földműves családból származik, tehát a szülei, illetve az édesanyja és a nagyszülei földműveléssel foglalkoztak. Hogyan választott értelmiségi pályát ön mégis? Azt hadd mondjam, hogy ugye szüleim, ugye nagyapámot templomi vasapistának hívták, visszamenőlegesen egy földműves, egy palasz dinasztia volt, és még a kántor bátyám, aki 50-ben végezte a kántorképzőt, még ő is ilyen fél kántor, fél földműves gyerek volt. A bátyám, a Bandi bátyám az először földműves, aztán elment a vasútra, és Feri bátyám végig földműves gyerek volt. És ugye ez a földművelőség, ez a paraszti munka, az benne volt a familiában, és azt gondolom, ha édesapám nem hal meg, szoktam mondani, akkor lehet, hogy most én nem mint 40 éves orvos, hanem mint egy gazdatiszt ülnék itt. És hát, hogy honnét van, én azért visszagondolok gyerekkoromra, a csíntevésekre, én azért nem nagyon szerettem ezt a földművelő munkát. Én inkább tanultam, olvasgattam, ezt csináltuk, szóval nem nagyon szeretem. Amikor kimentük a bátyám segíteni, akkor nem mondom, hogy olyan nem jó szagú volt nekem a munka, de segítettem én a magam módján, de nem szerettem. Na most Pista bátyám, aki a legidősebb bátyám, ő 17 éve idősebb, amikor ugye az iskola vége fele voltunk, akkor hát nem mondom, hogy nagyon okos gyerek voltam, de nem volt mondjuk az utolsók között ez a vasa gyerek is, hogy arról volt szó, hogy Pista bátyám azt mondta, hogy fiam, ha tanulsz rendesen, akkor tanulhatsz. Na most ebben az időszakban, amikor 1958-at írunk, én akkor voltam ugye nyolcadikos, és éppen akkor épített a bátyám házat, nem volt anyagilag egy könnyű időszak, de azt mondta, hogy öregem, ha tanulsz akkor, és neki köszönhetem azt, hogy az Aszódi gimnáziumon mentem ugye nyolcadik után, és akkor még nem dőlt el. Én hadd mondjam, hogy talán úgy tűnt, hogy tanítok. Tanítót, vagy talán szeretnék lenni, mert azért ugye szoktuk mondani ezt itt vidéken, hogy jó volt a beszélőkém, tehát sokat tudtam beszélni. Már akkor is jó volt a beszélőkém. És hogy talán mondjuk a pedagógiai pálya nem állna tőlem olyan távol, vagy szeretnék ilyesmit csinálni, csak annak egy akadálya volt már a kezdetén, hogy én miután a templom körülbelül 5-10 méterre van hozzánk, én gyerekkorom óta, pici korom óta, kisgyerekkorom óta minisztráltam, és ugye akkor abban az időszakban az volt a gyakorlat, hogy aki vallását gyakorolja, az nem nagyon lehet pedagógus, mert a kettő valahogy ütötte egymást abban az időben. És ugye én, akinek édesanyám egy hívő katolikus asszony volt, és a bátyám, aki akkor már több éve, akkor már otthon volt Galga Hévézenkántól, nem tehette meg, hogy én most azt mondom, hogy gyerekek agy ő, és akkor valami más fogok csinálni, és ezért úgy döntöttünk, hogy mást kellene valahogy csinálni, és ugye akkor már zene egy picikét már hozzám állt, de az a rendes zene még nem igazán, tehát nem vagyok egy művész ember zenébe, és akkor utána inkább ilyen más pályát választottam, és adódott akkor, hogy az orvosira felvételeztem. Kanyarodjunk vissza egy kicsit még az iskolai évekhez, mert hogy az iskola mellett, a tanulás mellett a sport is nagyon fontos szerepet játszott az életében, ugyebár? A gyerekkoromban emlékszem ott az iskolából, most a főtérnek nevezett rész van ott a polgármester hivatal mellett, ott egy homokos rész volt, és akkor mindig ment a 6-7-8 ellen, mindig focizgattunk iskolába. De aztán adódott a dolog ez a 950-es évek végén, hogy akkor kezdődött a nagypályás kézilabdáról áttérni a kispályás kézilabdába. És hogy a Galga Hévíznek könnyeken nem nagyon volt, Turán és Hévíz Györkön volt, és adódott, hogy az osztálytársaimmal azon gondolkodtunk, hogy alakítjuk egy kézilabda csapatot, az első meccset.
füves pályán játszottuk, most azért elképzelhetett, hogy lepatintottuk a labdát, akkor az elment a galgába, de hát akkor nem volt más pálya tulajdonképpen, és 1961-ben, aminek örömmel mondhatom, most hívták a srácok fel a figyelmemet, hogy 50. évfordulója lesz most az idén, szeretnénk ezt megünnepelni, és körülbelül 10-12-en az osztálytársaim, és az egy éve alattam lévők megalakítottuk a kézzelbe csapatot Galga Hévízen. És ugye ez egy csodálatos dolog volt, mezeket vartunk, szüleink, és ugye Mészáros Pista is segített akkor nekünk a kezdetén, és akkor elkezdtünk kézilabdázni, 10 évig játszottunk a megye másodosztályba, és 1979-től, illetve most a 69-től, amikor az egyetemet befejeztem, azután játszottunk a megye első osztályba egészen 10 évig. Jó kis társaság volt, és ez egy igazán baráti társaság volt. És nagy élmény volt éppen, most gondolkodok vissza, hogy az elmúlt 50 év, illetve az első 20 év milyen csodálatos volt, és akkor épp mondja most egy barátom, hogy hát doktor, emlékszel, micsoda derbék voltak az iskola, udvarában ott volt a salakos pálya, hogy minden otthoni meccsünk délután volt. És hogy délután 3-kor litánia, és akkor a litániáról lévő gyerekek, ugye akkor még sokkal többen jártak vasárnap délután, akkor tele volt az iskola udvar, úgyhogy nagyon szép éveket töltöttünk együtt játékkal, és utána folytattam ezt a dolgot 1980-ban, szintén kézzelabdát, de akkor már más csináltunk. Uh-huh. És bíró is. És ugye 1980-ban hagytam én abba, tehát mondjuk 60-tól 80-ig a kézilabdát, és akkor a Pest Megyei Szövetségbe meghívtak elnökségi tagnak, és 10 évig Tóth Jóska barátommal, aki szintén turai illetőségű fiú, az NB-be vezettünk. És ugye még ennek a haba tortán, hogy 1990-től a Pest megyei kézilabdaszövetségben, mint a sportolvos szerepeltem az ifjúsági csapatnál, és ugye 1990-ben pedig Athénbe is kimentem a magyar junior válogatottal a világbajnokságra. Tehát ott voltam a csapatnak a sportolvosa, mert ugye, mint elnökségi tag, jobban rálátásuk volt, és azt mondták, hogy hát doktor, te igen közel vagy a kézilabdához, akkor gyere. És ott is egy szenzációs 2 hetet töltöttük a világbajnokságon. Ugyan 9-ek lettünk, többre lettünk volna hivatottak, de hát így sikerült. De ha már az orvosi pálya megint előjött, akkor kanyarodjunk vissza oda, hogy elkezdte az egyetemet, és aztán a fülorgégész szakirányt választotta. Na de hát ez hogy? Igen, hát egy évig nem vettek föl, mert valamit fatálisan elszúrtam, mondjuk beszélnek kellett volna, hogy bizonyítsam, hogy 2x2 = 4, és bevizsgáltam, hogy 3x3 = 9. És a 2 ugye nem az volt a kérdés, de azért folytattam, egy évig dolgoztam az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyárba Budapesten, és utána a következő évben fölvettek, és ugye ez is csodálatos 6 év volt ez az orvosi egyetem, világkörű professzorokkal, Szent Ágotaival, Szent Ágai professzorral, aztán a Magyar Imre professzorral, tudnám sorolni Baló, Knoll professzor, tehát ugye mindenki, aki egyetemre jár, annak karizmatikus professzorai vannak, mert ha nem azok, akkor nem jó egyetemre járt. De miután arra az egyetemre jár, azért ilyen professzorok vannak. De nekem is így voltak, és emlékszem, hogy abban az időben rengeteget lehetett tanulni ezektől az emberektől, és hál' Istennek ugye mi tanulgattunk is, és 1969-ben végeztem Pesten az egyetemet, és ugye miután akkor már működött a 60-i kórház. Az ember szerint a pálya elején nem tudja, hogy most alkalmas-e egy manuális szakra, vagy nem alkalmas. Őt az Isten is belgyógyásznak teremtette, akkor majdnem minden lányt a Jóisten gyerekgyógyásznak teremtett. Ugye most alig teremt gyerekgyógyászt a Jóisten, de hát ez egy azóta eltett több mint 40 év. És ugye nem tudja az ember, a 6 év alatt elméleti tanulmányaik vannak,
asszisztáltam néhányszor a 60-i kórházban, de semmit nem jelentett. Tehát fogalma se volt az embernek, hogy van a kezében valami kis hajlam, vagy tudás, vagy készség, vagy nincs. Na most én nem nagyon szerettem volna, nem mondom, hogy elméleti tantárgyakkal, ilyet elméleti pályára menni, mint a belgyógyászat, vagy ilyesmi, mert nagymamám szegénykém, Isten nyugasztalja, amikor meghalt, elsős voltam, és utána halt meg a nagymamám, és azt mondta, hogy fiam, hogy lesz belőled orvos? Hogy fogod te ezt megtanulni? Azt mondja, mit tehetek én érted, mondja a nagymama, 84 éves volt, vagy 83. Mondja, a nagymama, imádkozzon. Hát kisfiam, mindig azt csinálom, állandóan imádkozok érted. Tehát nekem most változott az a véleményem, hogy aki a belgyógyászatot tudja, az már nagyon okos orvos. Tehát a belgyógyászatok és a fejezeteit lehet tudni, az egész belgyógyászatot, mert a belgyógyászat egyenlő orvostudomány. Azt gondoltam, hogy ezt nem fogom tudni megtanulni, és akkor sebésznek gondoltam, hogy elkezdem azt a sebészeti pályát, de kiderült, hogy sebészállás nem volt, hanem fülőgégészállás volt. És Szabó Elemér főorvos úr, akit nagyon szerettem, aki első fülőgégész főorvos is a pályámon, és egy nagyon kedves, egy boldog emlékű, őtől tanultam meg a fülőgégészet, amit megtanultam. Azt mondta, hogy Tónikán, figyelj, de gyere, legyél fülőgégész. Itt nem csak operálni kell, hanem lehet konzervatív dolgot. Itt kezelgetni is lehet a beteget, de operálni is lehet. És akkor ott ragadtam a gégészeten, ugye egy fél évig voltam katona, és utána ott ragadtam, és aztán több mint 17 évig voltam hatalomban. Végigmentem a Szamár létán, tehát segédorvos, alorvos, agyuntus, néhány, amikor a főnökem elment Pestre, akkor osztályvezető főorvos is volt, olyan megbízott osztályvezető, tehát ott rengeteget tanultam. Rendkívül jó kollégák voltak akkor. Ugye, és én akkor tanultam meg, és azóta nekem ez rögeszmém, ez a csapatmunka, ezt nagyon sokszor, bárhol lehetőségem van, akkor mindig elmondom, mert én azt gondolom, hogy fontos, hogy az ember mit csinál, hogy csinálja, irányít, milyen készsége van. De a legesleges, a legfontosabb, hogy csapatba tudjon az ember gondolkodni. Na most ott egy osztályon, ahol emlékszem a kezdet-kezdetén 24 ágy volt. És ugye volt egyszerre maximum 2-3 nővér, műtősnő, műtős, audiológus, 2-3 orvos volt, amikor legtöbb esetben, de legtöbben 4-en voltunk. De ez egy kis idézőjelben egy kis kórház volt. Egy kórházi osztály az egy kis kórház. Na most ott tanultam meg, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a kis kórházat, az osztályt milyen emberek alakítják. És ott alakult ki bennem az, hogy mindenki fontos. És én azt gondolom, ez követendő lenne mindenféle szakembernek, hogy egy osztályon nincsen jobban fontos, kevésbé fontos, hogy mindenki fontos. Szoktam mondani, hogy ha egy műtét után nem figyel a nővér, akkor a kisgyerek elvészik. Tehát én azt gondolom, ha én nem jó diagnosztizálok valamit, akkor megint baj van. Ha nincs rendben az osztály, a 60-i fülőgégészet, akkor híres volt, hogy a legtisztább osztály. Mert volt két olyan takarítónő, a Magdi néni meg a lánya, akik mindig rendben tartották az osztályt. És kvázi öröm volt oda bemenni dolgozni egy ilyen tiszta osztályba. Tehát egy csodálatos 17 évet töltöttem ott a 60-i kórházba, de nagyon jó embereket ismertem meg, és ugye azóta is sokszor, hogyha mondják, hogy doktor úr, emlékszik? Hát mondom, most már úgy vagyok vele, hogy nem mondom, hogy emlékszem, mert egyszer-kétszer voltam, úgyhogy nem tudtam, hogy kiről van szó. És akkor, ha mondja, hogy hát doktor, emlékszik, 1972-ben hűha, mondjuk az nem tegnap volt, de így talán egy picit emlékszem, azóta is sokszor szólnak, hogy megkeresnek, hogy akkor igen, emlékszik rám, doktor úr, én annak az unokája vagyok, úgyhogy jó érzéssel tölte, hogy nagyon szép éveket tölthettem ott. De akkor ez tulajdonképpen egy kicsit véletlennek köszönhető, hogy fülorgégész lett, de ugye nem bánta meg. Nem bánta meg, hát nem bánta meg. Ugye nagyon jól mondta nekem, hogy kicsit a véletlennek köszönhető, de én azt gondolom, hogy végül is a betegek döntik el. Ugye szoktam mondani, hogy az én életemet vagy a munkámat nem én kritizálom, hanem a betegek, a paciensek, a település lakói, vagy a környék lakói, ugye, hogy nem bántam meg, mert nagyon sok szép kellemes emlékem van
erről a dologról. Egyrészt a gyógyítás emléke, másrészt pedig, hogy rengeteg embert megismertem, és abba a világban, jó, hát mondhatnál valaki, hogy doktor úr, hát ne haragudjon. Hát orvos, hát hivatása van, meg ilyesmi, persze, hogy örül. De tényleg örülök a mondjuk a meggyógyított eseteknek. Biztos volt olyan, ami nem úgy sikerült teljesen, ahogy szerettük volna, de én visszatérve a kollektív dologra, ha valami baj volt, akkor mindig kerestem egy okosabb embert. Na most ugye mióta hál' Istennek jól helyen lakunk, közel van Kistarcsa, közel van Budapest, tehát ha valami olyan baj volt, és azt gondolom, ez nem szégyen. Ugye szokták mondani, hogy az orvosnak az a legfontosabb, hogyha nem tudja, hogy mi baj van, akkor keresen egy orvost. Ugye az ügyeletes orvosnak sincs semmi baj, nem tudom, mit kell csinálnom, de azonnal kiáltja egy orvost, és akkor jön. De kiáltan neki, hogy gyere, segíts, mert nem tudom, hogy mi van. Na most ez abszolút nem degradáló, hogy én valakiről, illetve segítséget kérek bizonyos esetben, és ha ilyesmi volt, akkor ugye a kezdetén, amikor a továbbképzésekre jártunk, akkor én nagyon sokat jártam az azóta sajnos megszüntetett zsidó kórházba, tehát ami ott az átkelet mellett van, amit megszüntettek. Ott nagyon híres professzorok voltak, a tanszékvezető volt Súrján professzor úr, a miniszter úrnak a édesapja, aki évfolyamtársa volt. Tehát mindig tudtam, továbbképzésekre jártam Székely professzor úrhoz, Kistarcsára, tehát volt kitű tanulni. És ez nagyon-nagyon nagy fontos, és ez egy hát nem mondom, hogy interem az embereknek, hogy aki okosabb, attól nem szégyen kérdezni. És nem az, hogy nem szégyen, szerintem kötelező. Úgyhogy nagyon sok szép élményem volt, és ugye az, hogy a betegek emlékeznek rám, hogy hát, doktor úr, ez megint csak jó érzéssel tölt el. Na most adott egy orvos, akinek kitölti az életét a hivatása. Hogy jut eszébe, hogy politikai pályára lépjen? Hát az embernek vannak az életében, nem mondom, hogy ilyen buktatok, ilyen ferde gondolatok, hogy ugye akkor 1990-et írunk, és akkor, ha jól számolom, most több mint 40, akkor már több mint 20 évet eltöltöttem az orvosi pályán, és ugye jött ez a változásnak nevezett, és én nem minősítem most, hogy ilyen, meg olyan változás dolog, és akkor megkérdezte néhány barátom, hogy hát doktor, figyelj, de te itt dolgozol, itt a környéki települések, és ide tartozik 14-15 falu. Ugye, aki nekem akkor ismeretlen volt, ez a Kóka, meg mondjuk a Dány, azok kicsit messzebb voltak, de az összes többi településről rengeteg embert ismertem. Hogy kérdezzük meg, vagy nézzük már meg, hogy mi az emberek véleménye, hogyha te elmegy mondjuk politikusnak. És akkor jelentkeztem az országos képviselő választásokra egy picit később, akkor már szokták mondani nagyon csúnyán, hogy le voltak osztva a lapok, ugye, mert voltak az MDF-nek egy jelöltje, volt a Keresztény Demokrata Pártnak jelöltje, és akkor hát mondom, nézzük meg, mit mondanak az emberek, hogy most ez egy olyan fülógégi személyen, hogyha ilyen ferde gondolatai jönnek, hogy ő politikus akar lenni, akkor mit szólnak az emberek? És akkor ugye 12-en indultunk először országos képviselőként, és abból a második körbe bejutottam harmadikként. Na most azért volt akkor döbbenetes, ugye, mert a Keresztény Demokrata Péter doktor volt az első, Becker doktor, aki végig titkára lett a Márt elnök úrnak, és elnök úrnak, második, én meg harmadik. Tudtam, hogy én vagyok a három közül legalkalmatlanabb, de hát jól esett, ugye? És akkor megvolt a választás, és akkor megjött az eredmény, hogy Pali lett a Becker doktor a képviselő. És akkor megint jött a követő kérdés, hogy hát doktor, nem kellene ezt a kis politikába is valamit csinálni? Hát mondom, figyeljetek, én nem vagyok politikus, de hát nézzük meg. És ugye nem az volt Galga hívízen, és ezt megint igyekszem hangsúlyozni, hogy akkor a régi tanácselnökkel, a Pávai Sanyival bármilyen baj lett volna, na jó, hát nézzük meg. Akkor megint mit mondanak az emberek arról, hogyha a doktor Galga hívíz itt első polgármestere szeretne lenni, vagy azt akarja. És akkor egy nagyon-nagyon szoros küzdelemben 690-630-ra úgy gondolták az emberek, hogy csináljuk ezt, és akkor kérem szépen, az volt a dolog, hogy ezt polgármesternek választottak, és ez egy kicsikét hasonlít, azt hiszem, az orvosi dologhoz. Rájöttem, a 20 év
arról szól, hogy ez majdnem ugyanaz, mert többször előfordult, hogy a rendelésemen otthon, hogy nem azért jött, hogy beteg, hanem valamit meg akar kérdezni, hogy beszélni akar. Tehát ez is az emberekkel való foglalkozás jelenti, és nem voltam én a kezdetén mondjuk alkalmas, vagy ezek birtokában, hogy most mit jelent a polgármesterség, de megint hála Istennek egy olyan közösséget, vagy közösségbe csöppentem, vagy sikerült kialakítani olyan közösséget, mint a kórházba. Tehát egy olyan jó csapat alakult ki, kellett egy néhány év, és a Galgahévész mondjuk válaszó polgárai olyan, hát nem is tudom, mit szabad erre mondanom, vagy józanó, vagy tárgyalagosan gondolkodtak, hogy azokat a képviselő jeleneteket tették oda, akik úgy gondolták, hogy legalkalmasabbak erre. Mert akkor az első választásnál, igen, 24 képviselőről indult, 24, annyi soha, és ebből 10-et juttattak be. És én a 10 képviselővel mondhatom azt, hogy ragyogóan tudtunk dolgozni, és a kezdeti havi két testületi ülések után teljesen közös nevezőre jöttünk. Nagyon sok minden történt, nagyon sok mindent csináltak a polgármestersége alatt, ez most kevés az időnk, hogy mindent felsoroljunk, de mire a legbüszkébb? Hát én ezt kell mondjam, hogy a csapatra vagyok legbüszkébb, a képviselő testületekre. Tehát arra az 5 képviselő testületre, akik együtt tudtam dolgozni. Arra talán majd egy-két konkrét dolgot is mondok, arra a hivatali garnitúrára, arra a hivatali csapatra, akivel az elmúlt 20 év alatt dolgoztam. Arra az intézvezető társaságra, az igazgatókra, intézvezetőkre, akik együtt dolgoztam a 20 év alatt. Na most nehogy félreértés essék, ugye én számára előre, nem volt ez hibátlan ez a 20 év. De tudtunk egymás mellett dolgozni, és el kell, hogy mondjam, úgy érzem, egymás mellett jó dolgozni. Na most ugye, hát mindenhol van egy hierarchia, családban is van egy hierarchia. Az apuka erős és ilyesmi, tehát nem lehet egy nyámnyira valaki, a papa, az apa, hát anya is pedig világos segít neki, de az a családnak a vezetője. Na most, ha a polgármester össze tudja fogni ezeket az embereket itt, akik vannak, akkor azt gondolom, hogy kialakul egy jó közösség. És ez semmiképpen nem lehet ilyen pozícióból. Most ugye itt vagyok én, meg a polgármester, és akkor csönd legyen, ott is csönd legyen, mert nem. Én azt gondolom, hogy ez volt jellemző az egész 20 évre. És mindenképpen meg kell emlékeznem, vagy meg kell jegyeznem alpolgármester urat, Hajdú Vendel alpolgármester urat, aki azóta képviselő, amióta én polgármester vagyok. De azóta is alpolgármester, mióta polgármester vagyok. Vannak képviselők, ugye, tehát ő az egyik, aztán Andris a mostani polgármester, vonó polgármester úr a másik, és a Kati a harmadik, aki mind az 5 ciklusban, tehát 4-en mind az 5 ciklusban képviselők voltunk. Na most én azt gondolom, hogy ez mond valamit. Ugye? És azt sem mondanám, hogy az intézményvezetőkkel mindig ilyen, hát, hogy szokták mondani, ilyen puszi kapcsolat volt, de az a fontos, hogy a lényeges dologban meg tudtuk egyezni. Na most sose volt ilyen bizalmatlansági indítvány. Az első időszak az érdekes volt, az első 4 év, ott rengeteget dumáltuk. Havi két testület ülés, este 6-tól éjjel 2-ig. De ez volt az időszak, amikor mindenki beszélt. Na most ugye akkor is szerintem az volt a szerencse, vagy az volt a jó, hogy nem folytottam bele senkibe a szót. A legutolsó vagy az utolsó előtti testületi ülések egy másfél óráig tartottak. Ugye egy hírértékű is volt, hogy hát hülyeségetek, itt Galgahévízzel, hát nehéz értek már, amit a polgármester eldönt, illetve bejelent, azt megszavazza a csapatot. De ha előtte megbeszéltük, illetve nem volt más a dolog, akkor mérjünk ott tulajdonképpen 3 órát. Az elején persze rengeteget vitatkoztunk, megbeszéltünk, de hála Istennek, azért mentünk előre, és ugye az intézvezetőket említettem, a testületet említettem, a munkatársadó hivatalban nem én voltam, nem én vagyok a legokosabb polgármester, és nem is voltam. Tehát én mindig bíztam a jegyzőkbe. És akkor az utolsó főjegyző urat, Král doktor urat említem, aki
aki az alpolgármester úr mellett és a testület mellett jobb kezem volt, mert nem ismert lehetetlen a munkába. Na most ugye van a polgármesternek bizonyos leszoltja, van a jegyzőnek leszoltja, és van a testületnek leszoltja. Na most ő tudta mindig, hogy azt gondolom az elmúlt több mint 10 éve dolgoztunk együtt, de sose volt olyan, hogy mondjuk így néztük volna egymásra, hogy borogtunk volna, mert tudtuk, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, és kinek a leszoltja az. Tehát, és igyekeztem én mondjuk ilyen értelemben a testületet is megbízni, és ugye ennek volt a következménye, hogy miután közös nevezőn voltunk, talán a környékben legelső vagy legelső között voltunk, amely például nagyon nagy drognak tartom, infrastruktúrálisan 100% ellátott település. Na most ezt ma 2011-ben sem mondhatja el nagyon-nagyon sok település magáról. Na most ezért mindenképpen tennünk kellett, és sikerült hál' Istennek, tehát 2000-re, amikor átadtuk a szelektív hulladékgyűjtőt, ugye azt majdnem ez volt az utolsó, akkor már gyakorlatilag minden megvolt, és ilyen például, mint a szelektív hulladékgyűjtő, nincs Magyarországon. Na most ugye, és ezzel se nagyon-nagyon ki vagyok, mi vagyok, csináltuk a dolgunkat, és ugye épp ahogy jöttem most, és most is csavargok a faluba sokszor, az útjaink talán a környék egyik legjobb van, hát Hévízgyök talán egy kicsit jobban áll utakba, de ahhoz képest, hogy nálunk is mennyi van, mondjuk a környező településekhez képest, ragyogó állapotban vagyunk. Most ez is egy olyan dolog, például az utak állapota, ami meghatározza egy település életében. Vagy ugye például az iskolánk, vagy az óvodánk, 2006-ban avattuk fel az óvodát, ahol még gyerekkora oda jártam iskolába. Tehát én végig oda jártam iskolába, és amikor felmentünk, amikor rendbe tettük a padlást, akkor láttam, hogy 1927 volt a mestergerendára, vagy nem tudom írva. És abból csináltunk egy környék egyik legszebb óvodáját, arra kaptunk már pénzt, de azért azt el kell, hogy mondjam, hogy a jelentős fejlesztéseket a település, ami nem tolonul a lánccal, szoktam mindig mondani. De én azt gondolom, hogy a környék egyik legszebb művődési háza miénk, amit teljesen önerőből tettünk rendbe. Tehát több millió forintot, 5-6-7 millió forintot ráadoztunk az elmúlt évek alatt úgy, hogy pályáztunk ugyan, de nem nyertünk. Ugye? Van pénz, szokták mondani, de nem jut. Úgyhogy hál' Istennek, tehát ilyen, hogy megrendeztük 1995-ben a falóképvédelemben, van egy olyan kegyeleti parkunk, ami a környék egyik nagyon szép része ott, és tényleg igyekszünk méltóképpen emléket állítani az elhunytjainknak, vagy a lavatolózó előtér, tehát néhány olyan dolgot, vagy ugye a környéken első között csináltuk Turával a folyékony szennyvíz elvezetést. És ezek is nagy dolgok. Szóval mondhatnánk ugye a lakosok, hogy hát doktor, figyelj már, akik jó emberek, de mindig pénzt kérnek tőlünk. Mert jó, hogy van szennyvíz, de fizetni kell érte. Jó, hogy van szelektív hulladékszállítás, de fizetni kell érte. Hát Istenem. Én azt gondolom, nekünk az a kötelesség, hogy megteremtsük a lehetőséget. Ugye, és ez egy érdekes adalék, hogy amikor a gázt szereltük be, legelőször 90, nem tudom mikor, amikor sajnos a főút sokáig olyan hadi állapotban volt, akkor mindenkinek azt mondtuk, hogy kérem szépen, legolcsóbb, legtakarékosabb és a leghigiénikusabb. Most a kettő, hogy a legtakarékosabb meg a leghigiénikusabb, oké, de a legolcsóbb már régen megdőlt. És mondhatja valaki, hogy doktor úr, maga egy nagy hazudós. Már azt mondta 92-ben, hogy de hát sajnos ez nem így sikerült, de én azt gondolom, hogy ez is egy fűtési lehetőség a többi között. Ebből, ahogy mesél a polgármester éveiről is látszik, hogy mennyire benne élt az egészben, és aztán 20 év után leköszönt. Nagy változás volt ez az életében. Megszokta már, hogy egy kicsit takaréklángon él? Most szokom egyébként, és többen kérdezték, hogy hát nem lehetne tovább, ugye most
hogy láttam, hogy más embereket is esetleg időjelőtt el akarnak nyugdíjba küldeni. Én nem hiszem, hogy szabad lett volna úgy befejezni ezt a 20 évet, hogy, vagy még pár évet lá, és akkor ilyen öreg emberekért jöttem volna, és azt mondtam, hogy tessék szíves vezetni. Én azt gondolom, hogy át kell, még gondolkodtam már 4 évvel ezelőtt is, ilyet most már 5 évvel ezelőtt is, de hát akkor még úgy gondoltam, hogy csinálni kell még 4 évig. Ez mondjuk nagy változás az életemben, annak ellenére, hogy nem mondom, hogy heti rendszerességet, de biztos 2-3 hetente beugrok a hivatalba, és ez nekem nagyon-nagyon fontos, hogy látom, hogy körülbelül ahhoz hasonlóan gondolkodik a testület, amikor ugye most már kevesebben vannak, mert csak 6-an vannak, mint amikor mi csináltuk. Tehát azt gondolom, hogy egy kis településen nagyon-nagyon fontos, hogy az ember tisztában legyen ez a legjobb szó, a lehetőségeivel. Tehát ugye valamikor, amikor írtunk néhány tacepót, ez egy ilyen tacepós időszak volt, a 90-es évek elején, akkor kiírtam, emlékszem a hivatalba, hogy más, amit szeretnék, és más, ami van. Ezt nem én találtam ki, de valaki elmondta. Tehát tényleg így van, hogy sok mindent szeretnénk, vagy sok minden, azt mondja, doktor úr, ez is jó volna, az is jó volna. És tessék mondani, van ennek realitása? Hát nem sok, doktor úr, de na most, és én látom, hogy ugye a számtalan közmondást mondhatta az ember, hogy azzal főzünk, amivel tudunk, ugye, mert ha nincs más benne, akkor nem tudjuk megcsinálni. De én azt gondolom, hogy ez a kis település Galgai-vízen mindig meghatározó volt, és én mindig nagy szeretettel beszéltem róla. Nem is tettem még elmétést nekem, mert te is nagyon sokszor részese volt a hála Istennek. És beszélték rólatok is, hogy mindig büszke voltam arra, hogy, és akkor elnézést kérjek a szóit, de jó, mondhatnám azt a bandát, mert mondjuk egy rezes banda, vagy egy ilyen banda, az jó banda. Egy jó társaság volt, akire mindig lehetett számítani. Most ez nagyon-nagyon fontos dolog egy falu életében. Mert nem csináltuk volna meg a 20 nem tudom, hanyadik falu ünnepet, és olyan tartalommal. Tehát, és akkor is kitaláltátok, hogy ez a falu ünnep a faluról szól. Tehát nem azért jó szólt Laci Konyháról, ehhez, ahhoz, a budapesti együttesekről, de nem erről szól. És mindig nem voltunk ott több ezeren, de mégis mindig nagy örömmel tekintek vissza, hogy minden évben volt valami kis rendezvény, amivel mondjuk ünnepélyesítettük ezt a falu ünnepet. Tehát számtalan olyan dolog van, amire tényleg büszke voltam, és mondjuk a falusi, amikor én megköszöntem ezt a 20 évet, akkor azt gondolom, ebben több ezer galgahívízi polgár benne volt. Tehát az, hogy ugye, és így is fogalmazhatok, szerintem sokkal többek voltak a drukkerek, mint mondjuk az ellendrukkerek. De nem baj, mert ha van ellendrukker, akkor az nincs baj, de az úgy szoktam mondani, hogy tessék kérdezni, és mindig ez volt. Tehát biztos, hogy ostoroztak is néhányszor, mert megérdemeltük, szokták mondani. Az ember nem hibátlan, de hogyha ostorozzák, és tényleg igazuk van, az már többször előfordult szóta, hát ezt, öregem, ezt elfelejtettük, hamarabb szólhattatok volna. Hát, doktor, nem akartuk. Tehát volt sok ilyen, de mondom, úgy látom, hogy megy tovább a munka hasonló intenzitása, és ha lesz lehetőség, akkor mindig egy kicsit. Szóval úgy voltunk ezzel, hogy mindig egy kicsit. Tehát miután lehetőség nem volt, emlékszem, az első költségvetés 36 millió forintról szólt 1991-ben. Hihetetlen. Most körülbelül 300 millió forintos a költségvetés, és abból a 30 millió forintból is megértünk. És ugye sose volt morgás a hivatalban, vagy bármilyen ilyen puccsa polgármester ellen, vagy nem tudom, mert még egyszer mondom, nagyon tiszteltük egymást, én azt gondolom. Egyrészt az emberi mi voltja egy tiszteltük, és másrészt pedig a szakmai dolgok miatt is. Mondom, tehát a visszatérve egy mondattal a hivatalba, ott van adós, aki legjobban írt ehhez. Ott van anyakönyves, aki legjobban írt. A pénzügyminiszterem, Marika, amíg ott voltam, 20 évig ragyogó pénzügyminiszter volt, mert a pénzügy nem a polgármestertől függ, hanem a jegyzőtől és a pénzügyminisztertől, meg attól, hogy hogy gazdálkodunk, meg hogy látja a testület a dolgot. Úgyhogy nagyon váltás volt ez kétségkívül. De az a helyzet, hogy azóta
nem nagyon van szabadidőm, van, persze van, de ugye most az unokákkal kell foglalkoznom, ugye a turai unokákkal, mert azok hál' Istennek, Galgai Vizének érzik magukat, mondta, és a Ágoston unokája, hogy papa, tudod, én egy kicsit hévízi vagyok, meg kicsit turai vagyok, mondtam, jóval rendben van, amikor iskolába járunk, akkor hévízi vagy, egyébként lehetsz turai is. És ugye, és a fülöldjégészeti dolgot azt mindenképpen csinálom tovább, mert úgy láttam, hogy igen nagy igény van arra, hogy egyrészt ellátta a betegeket, beszélgetni velük is, ugye, hogy a nagy politikát véletlenül, ha te nem készed, ide ne hozzam, olyan bizonytalanság van az emberekben, és akkor ezzel még én így tudok segíteni, mert ha leülök valakivel, és akkor hát doktor úr tudja, hogy milyen bal, nem, üljünk le, beszéljük meg, és akkor már is egy kicsit olyan emberségesek vagyunk, vagy nem is tudom. Mert ugye már itt az ő szakállám is már bizonyos kort jelent azért, és velem jobban leülnek az emberek, bizalmasabbak, és ugye ezzel mindenképpen élni kell, és nem visszaélni. Azt hiszem, doktor úr, hogy több szempontból is példaértékű az élete, de leginkább szerintem abból a szempontból, illetve hát abból a szemszögből, ahogy a betegségét kezelte. Honnan merített erőt ahhoz, hogy ezt így, ilyen módon? Hát kérem szépen, miután ugye gégészként nagyon sok, hogy mondjam, tumoros beteget láttam. Tehát ugye, és akkor lehet, hogy kicsit beszéljünk a szakmáról, ez nem baj egyébként, ez nem egy ismerte eszű előadás, de hát ugye a cigaretta nagyon előkapott, és ugye sajnos egyértelműen növeli a gége tüdőbetegek, tüdődaganatos betegeknek az arányát. Na most ugye azt szoktam mondani, hogy minden betegnek, hogy a doktor úr mindenről figyelj, nem iszok, nem eszek semmit, nem tudok lemondani a cigarettára. És azt szoktam neki mondani, hogy cimbora rendben van, de sokkal több sansza lesz a gége daganatra, mint nekem, aki nem dohányzik. Na most ebből ugye vagy megijed, és eldobja, vagy nem, de hát ez az ő dolga. Úgyhogy a 2004-ben nem tudom egyébként, lehet, hogy nem biztos, hogy nem a kifáradás vagy a pszichés dolgok miatt is, de ugye csapkodtak a villámok jobbra-balra, és kiderült egy vizsgálatnál, hogy baj van. Na most ugye ez 2004. december 6-án derült ki, hogy egy ilyen karcinomám van, és akkor ugye hát nem mondom, hogy hatalmas nagy örömmel, de hát mondtam, hogy emberek, hát többet hátra, mint előre, vagy csináljunk valamit, és akkor rögtön 2005-ben el is kezdődött a buli, először egy sugarazással, utána pedig egy műtéttel, és ugye miután pontosan a divatos vastagbél daganatokról van szó, ugye itt mindig a Damoklesz kardja, sztóma vagy nem sztóma. És miután egy nagyon jó sebész doktor bácsit szerezte, nagyon, nagyon aranyos gyerek, hát azt mondta, hogy tónik kell, hát próbáljuk meg. Hát megpróbáltuk, de másfél-két évig jó volt, de utána nem, mert ugye nagyon rossz helyen volt ez a daganat. Szépen rendben volt ez, nem volt ez egy különös dolog, műtét, sugár, elfújta. De ugye az volt a baj, hogy rossz helyen volt, és utána következően két év múlva egy ilyen kis ireosz, egy kis bélezáradási buli után, az megint ilyen villámcsapás volt, és szépen rendben jött. És én azt gondolom, hogy azért kell, vagy nem mondom, hogy szívesen, hát ez egy helyzet, azért beszélek róla, kvázi, hogy ugye számtalan embernek van nagy betegsége. Na most azt megint meg kell tanulni, tehát én pszichiáter vagyok, de hát meg kell tanulni. Ugye én láttam gége egsírpálc után embereket, akik egészen jó, vagy nyelőcső hangképzésük volt, vagy egészen jó beszéltek ezzel a gége mikrofonnal. Nem azt mondom, hogy mit sem bajok lett volna, de akartak tulajdonképpen élni. És én azt gondolom, hogy nekem is ez volt a célom, hogy túl legyek rajta, és azzal a mondjuk teherrel éljek, és úgy alakítsam az életemet, hogy gyakorlatilag ez jó legyen. És ezért tudtam ezt. Mondja néhány ember, hogy doktor úr, hát mondom, mindegy leesettem volna, vagy lehetett volna mondjuk magamba roskadok, és akkor ilyesmi, de én azt gondolom, hogy mindenki, ugye mindenki mellettem át, akarta, hogy meggyógyuljak az unokáim is, de a többiek is.
És ugye mondtam, hogy bátran kérdezzetek, ha most is jönnek hozzám ilyen tanácsai, hogy hát mi van, doktor úr, hát gyerekek, ezt is csinálni, mert én azt gondolom, hogy nekem ez is feladatom. Tehát nem csak egyfajta gyógyítás, hanem egyfajta segítség és egyfajta tanácsadás, és ez tényleg jól esik, hogy jönnek de más, és azt gondolom, nem leszek munkanélkül, más tudományágakban, vagy más betegségeknél is jönnek, hogy akkor hova kell menni, és hál' Istennek ez a több mint 40 év nagyon jó volt arra, hogy nagyon sok kapcsolatom van. És azt gondolom, hogy azért ez nem mindegy, hogyha az ember felveszi a telefont, hogy erről van szó, arról van szó. Hát remélem, hogy tovább nem lesz különösebb dolog, de hát minél tovább megy az idő, annál nagyobb lehetőség van arra, hogy most ez lesz a baj, az lesz a baj, ugye itt nyöszörögünk, de én azt gondolom, hogy nem az a célunk, hogy nyöszörögjünk. Én pedig azt kívánom, hogy nagyon jó egészségben örüljön még sokáig az unokáinak, a családjának, és továbbra is a hivatásában is találja meg az örömét. Köszönöm szépen, és még valamit kifejezettük, Ájkem, a zenét. Ja, az orgonálás nem baj, mert hadd mondjam azt, hogy ez is értett engem azért. Tehát nem mondom, hogy én itt a környéknek egy kántora vagyok, de örömmel, ugye Pista bátyámról beszéltem, hogy egy ilyen kántor dinasztiába születtem bele, mert ő már idestova 60 éve, én már idestova 61-es a diplomám, akkor hány éve? 50 éve. És a Benji unoköcsém már 15 éve éppen, napokban beszéltem vele, hogy 15 éve van meg a diplomája, és jelenleg is aktívan játszik, hogy én is itt a környéket bejártam, hál' Istennek, és ezt is szerettem. Tehát lehet, hogy ilyen szerencsés fickó vagyok, hogy amit csináltam, azt többnyire szerettem. Nagyon szerettem kézilabdázni, nem voltam marha nagy játékos, de ezt kétszer meg is kellett operálni a beállóságom miatt, úgyhogy, de mégis csak szeretünk játszani. A gégészetet szívesen csináltam, és gyakorlatilag most is csinálom, és gyakorlatilag ilyen volt az orgona is, mert ezen meg tudnám számolni itt a 20 kilométeres körzetben, hol nem helyettesítettem még. Éppen hétvégén Vászent Lászlóra megyek, és ezt szívesen csinálom, mert azért szeretem, mert ugye mindig azt mondtam erről a kántorságról, hogy én nem vagyok egy orgonista. Nem azt, hogy nem végeztem zeneművészeti főiskolát, de nem vagyok orgonista, de szívesen orgonálok, és vezetem az éneket. Most én azt gondolom, hogy egy kántornak ez a legfontosabb dolga. Ezt tanultam meg Pista bátyámtól is, hogy gyakorlatilag fölmegy az ember, akkor nem nyöszörög, hanem elkezd szépen játszani és énekel. Na most, hogy ezért szeretek erre felső galgamácsra erre felsállni, mert nagyon szép, hogy énekelnek az emberek. Na most ez egy ilyen vidéki kántornak szokták mondani. Ez mindig jól esik, hogyha szépen énekelnek az emberek is. Ugye megvannak az unokák, megvan a fürdőgégészet, úgyhogy megvan a helyettesítés, és nagyon szívesen csinálom ezt is. Köszönöm szépen a jó kívánságot, és köszönöm szépen nektek, hogy megszólítottatok. Ha ebből valaki levon valami következtetést, vagy azt mondja, hogy hát igen, a doktort hallott, ezt megint leül oda, és akkor elkezd dumálni, mindenről beszél, itt tolnyát, balanyát szoktuk mondani, de én azt gondolom, hogy talán aki még nem ismert bizonyos oldalról, az megismer, és én elmondhattam azt, és mindig, addig még élek, mindig elmondom, hogy milyen jó környezet vesz engem körül. És azt gondolom, hogy ilyen környezetben élni és dolgozni, az egy hatalmas nagy élmény. Tehát olyan nagy büszkeséggel tölt el, hogy az elmúlt 20 év alatt, ugye most ti is megkerestetek, és nagyon örülök, és köszönöm, de a Galga TV-ben is többször szerepeltük, és elmondhattuk, amit el kellett mondani. Én azt gondolom, erről szól az életünk. Úgyhogy van néhány olyan ember, akit mondjuk ismer, azt mondja, figyelj, én nem nyilatkozok, de most mi bajod van? Hát megkérdeztek valamiről, akkor elmondod a véleményedet, ha olyan, akkor szépen már csak becsomagolod, hogy ne lássák, hogy olyan véleményed van, vagy olyan, akkor sarkosan tudod, éppen fogalmaz. Úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget, és minden jót kívánok a televízió nézőknek, és akkor remélem, hogy még többször meglátnak
megláthatjuk egymást, és ha bármi van, akkor én azt gondolom, hogy szívesen segítek bármikor mindenkinek. Köszönöm szépen én is, hogy itt jött. És köszönöm önöknek is a figyelmet, várom önöket legközelebb is. Viszontlátásra!